Engedjék meg, hogy előjáróban megköszönjem Bánki Erik képviselő úrnak, hogyha torz formában is, de ismertette részben Botka László miniszterelnök jelölti programját. Ugyanakkor azt is engedjék meg nekem, hogy a hozzászólásában előforduló, a hozzászólásában hemzsegő hazugságokról lerántsam a leplet. Kezdjük az egyszerűbb dolgokkal, a multinacionális cégek támogatásával. Tisztelt képviselőtársam, hát hogy van bőr a képén azt mondani, hogy önök vannak a multinacionális cégek ellen, és mi támogattuk őket, amikor éppen néhány hónappal ezelőtt önök hozták be azt az adómódosítást, ami a legnagyobb multinacionális cégek társasági adóját csökkentette, miközben a kisvállalkozások mintegy 10%-kal, százalékponttal, miközben a kisvállalkozások ugyanilyen adóterhét mindössze egyetlen százalékponttal csökkentette. Mi ez, ha nem a multinacionális cégek támogatása? Az önök minisztere ismerte be, hogy ez mintegy 140 milliárd forintot hagyott a legnagyobb magyarországi cégeknél, miközben érdemben a kisvállalkozások adóterhét nem csökkentette. Ez az első dolog. A másik hazugság az ön hozzászólásában az volt, hogy amikor a szocialista kormányok jöttek, akkor megemelték a jövedelemadót szemben önökkel, akik meg csökkentették. Azt mondta, hogy a jövedelemadót 16%-ra mérsékelték. Szeretném képviselőtársamnak elmondani, hogy a minimálbér esetében ez egyszerűen hazugság. A minimálbér adóját nem 16%-ra csökkentették, hanem 16%-ra növelték, mert képviselőtársamnak rövid a memóriája, ezért segítek. A szocialista kormányzások alatt soha nem terhelte személyi jövedelemadó a minimálbért, a Fidesz kormányzás alatt pedig mindig terhelte a minimálbért. Ennyit arról, hogy önök az adóterheket mérséklik. Az adóterheket valóban mérséklik a leggazdagabbaknál. Az alacsony keresetűek adóterheit pedig növelik. Rendszeresen ezt csinálták. Orbán Viktor egyik első programcsomagjának keretében tett javaslatot, önök pedig bólogatva követték ezen az úton, hogy azokra az extra tárgyakra kivetett adókat, mint helikopterek, jaktok, talán emlékszik képviselőtársam, amelyre a szocialista kormány adót vetett ki, önök azonnal megszüntették, nagy a gazdagok sírjanak már, hogy a jakt után ne kelljen adót fizetni, a helikopter után ne kelljen adót fizetni. Igaz, az utóbbi kérdést okosan megoldották, mint tudjuk, a képviselő urak feleségéhez barterbe intézik az utóbbi időben. Képviselőtársam, erre én az ön helyében nem lennék büszke. Ugyancsak hazugság, amikor önök azt állítják, hogy a költségvetés és a hozzá szervesen kapcsolódó adótörvény csomag az a munkából élők költségvetése. Hát pont az ellenkezője az igaz. Ha megnézik a változásokat, akkor miközben a munkához kötődő jövedelmeket adóját nem csökkentik, munkához kötődő jövedelmek adóját nem csökkentik, a munkához nem kötődő jövedelmekért mérséklik, például a lakáskiadók egészségügyi hozzájárulását, és ugyanezt történt néhány hónapja, amikor a kamatjövedelmek esetében a kamatjövedelmet terhelő adót 21%-ról 15%-ra mérsékelték. Mielőtt félremagyaráznak a szavaimat, nem probléma, hogy a passzív jövedelmek esetében csökkentik az adókat. Az viszont probléma, hogy az aktívan dolgozók bérét és járulékterheit nem mérséklik, az meg kifejezetten hazugság, hogy ezek után van képük azt mondani, hogy ez a munkából élő költségvetése. Hát mióta tartozik ezekhez a jövedelemhez a kamatjövedelem, vagy a bérbe adott lakások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás? Ha a munkából élő költségét akarnák csökkenteni, adóját akarnák csökkenteni, akkor azokat támogatnák, akik bérelik a lakást, tudja, és nem azokat, akik kiadják a lakásokat. Semmi bajunk azokkal, akiknek már van annyi pénzük, hogy ki tudják adni a lakásokat, mert van nekik belőle fölösleg. Azzal van baj, akinek nincs lakásuk, azoknak nincs elég jövedelme ahhoz, hogy béreljenek lakásokat, képviselő úr, és ezt önök nem, hogy nem támogatják, hanem ezeknek az embereknek, a minimálbérű élő embereknek az adóját 0-ról 16%-ra emelték, és ebből nagykedvesen elengedtek most 1%-ot. Hát szóval ez minden csak nem a munkából élő embereknek a támogatása. Szeretném elmondani képviselőtársam, hogy mindazt, amit mondok, a nemzetközi adatok is alátámasztják. Önök azt hiszik, hogy olyan elképesztően nagy adócsökkentést hajtottak végre a személyi jövedelemadóba. Szeretném elmondani, hogy a személyi jövedelemadó és a
bérterhelő adó és járulékterhek tekintetében Magyarország a legjobban adózó országok közé tartozik egész Európában, egészen pontosan az OECD országok között. Az úgynevezett adóék, tehát amikor az átlagbér után fizetendő jövedelemadót és a bérek járulékait összeadjuk, e tekintetben Magyarország dobogós, Magyarországnál több adót e tekintetben csak Németországban és Belgiumban kell fizetni. Tehát Magyarország nem az alacsony adózók országa, hanem a bérek tekintetében a legmagasabban adózó országok közé tartozik. Még egyszer mondom, ebben dobogósak vagyunk. Mi azt szeretnénk látni, hogyha ebben egyébként sereghajtók lennénk, mert ebben jó lenne sereghajtónak lenni, és nem éllovasnak, képviselő úr. És egyébként meg, hogy továbbfokozzam mindezt, előbb beszéltem már a minimálbér pofátlan és példátlan megadóztatásáról, ez egész Európában példátlan. A minimálbér terhelő adó és járulék terhek az Unióban a legmagasabbak, képviselő úr. Nem a legalacsonyabbak, nem a második legalacsonyabbak, hanem a legmagasabbak, képviselő úr. Hát így támogatják önök a bérből és fizetésből élőket. Szeretném elmondani, hogy természetesen ezek az adatok a gyermektelenekre vonatkoznak. Képviselő úr említette, hogy neki van egy gyereke, és milyen jól jár, hogy adókedvezményekben részesül. Én megértem képviselő urat, hogy maga felé hajlik a keze, és szívesen támogatja azt az adópolitikát, ami az ön terheit mérsékli. De az ön korosztályának a terheit mérsékli. De mi van a 40-es korosztályjal, az 50-es korosztályjal, akinek adott esetben ugyanúgy van négy gyereke, csak már kirepültek. Azoknak a terheit miért nem akarják mérsékelni? És egyébként az is hazugság, hogy mi a családokat nem támogattuk. Elfelejti képviselő úr, hogy amikor a családi adókedvezményt egyébként valóban megszüntettük, akkor azzal párhuzamosan a családi akkor meg duppájára emeltük, ezzel azt értük el, hogy sem a dolgozó, jövedelemmel rendelkező családok terheit nem növeltük, sőt mérsékeltük, de azoknak a helyzetét is segítettük, akik nem rendelkeznek munkajövedelemmel, ellentétben önökkel, akik egyébként a családi pótlék összegét évek óta változatlanul hagyják, és azokat a családokat, ahol nincs munkajövedelem, ennek következtében az út szélén hazzák, hagyják. Tehát még egyszer képviselő úr, tehát elsősorban az alacsony keresetűek adóját kellene csökkenteni, úgy, ahogy egyébként ezt az MSZP javaslata mindig is javaslatai folyamatosan érvényével szorgalmazták, és úgy egyébként, ahogy ez Botka László programja is tartalmazza. Mert igenis, meg kell fordítani ezt az egész tendenciát, amit önök 2010 után bevezettek, a legmagasabban keresők, sőt a luxus kiadásokra is képesek adóját csökkenteni kell, igenis meg kell adóztatni az 1 millió forint fölötti jövedelmeket, igenis meg kell adóztatni a 100 millió forint fölötti vagyonokat, akkor is, ha ez önöket kellemetlenül érinti, és igenis meg kell adóztatni a 100 hektárnál nagyobb földdel rendelkezőket, bármennyi is kellemetlenül érinti ez az önök oligarcháit a földek elmúlt évekbeli összeharácsolását követően. Tisztelt ház! Szeretném azt elmondani továbbá, hogy azon kívül, amit elmondtam, ez a törvénycsomag, ez az adócsomag valójában ugyanúgy a gazdagoknak kedvez, mint a korábbi javaslataik. Agyonadóztatott munkabérek kontra fele annyit adózó kamat és lakbérjövedelem, éttermi áfa csökkentés kontra 27%-os élelmiszeráfa, miközben a Fidesz kormány újabb és újabb kiskapukat nyit az úgymond közpénz jellegét elvesztő adókedvezmények felcsútra vándorlásához, mert Bánkeri képviselőtársam úttörő volt ennek a fogalomnak a megalkotásában, úgyhogy személy szerint is köszöntöm ebből az alkalomból. Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Igazságot kell tenni, olyan adócsomagot kell a tisztelt ház asztalára letenni, ami szakít az eddigi gyakorlattal. Nem azoknak adja a legtöbbet, akiknek a legtöbb van, nem azokat hozza még kedvezőbb helyzetben, akik az országban a legkedvezőbb helyzetben vannak, hanem ellenkezőleg. Azok terheit mérséklik, akik a legrosszabb helyzetben vannak, és a munkából élő alacsony keresetűeket támogatja elsősorban. Annak érdekében, hogy Magyarországon végre el lehessen azt érni, mint a legjobb nyugat-európai országokban, hogy a minimálbérből meg lehessen élni. A nettó minimálbérből ugyanis jelenleg Magyarországon nem lehet megélni, és ezen a téren önök hiába emelték drasztikusan az elmúlt években a bruttó minimálbért, a nettó minimálbér, amit hazavisznek a dolgozók, az még ma is alacsonyabb, mint a hivatalos létminimum összege. Szeretném emlékeztetni a tisztelt házat és kedves képviselőtársaimat arra,
hogy a KSH igaz nem főhelyen, de mégiscsak kénytelen volt beszámolni arról, hogy az elmúlt időszakban mintegy 5000 kisbolt szűnt meg. Itt is ugyan azt ígérték, amikor a vasárnapi boltbezárást elrendelték, és aztán az MSZP javaslatára ezt visszavonták, kezdeményezésére visszavonták, hogy ez majd a multinacionálisokat bünteti, és a kiskereskedelmi kisboltokat pedig támogatni fogja. Valójában pont fordítva történt, mert ahol elfelejtettek beszélni, hogy a kisboltokat több intézkedéssel hátrányos helyzetbe hozták. Két ilyen intézkedés volt. Az egyik az, hogy a pénztárgépek bevezetésének terhét a kisboltokra terhelték, a másik ilyen a minimál bér bruttó összegének megemelése. Hiába mondtuk el önöknek folyamatosan, hogy a nettó minimálbért kell növelni, és ezt nem csak a bruttó bér emelésével, hanem adócsökkentéssel is el lehetne érni. Ezek a javaslataink önöknél rendre süket fülekre találtak. Ezért ma Magyarországon előállt egy olyan helyzet, aminek az a lényege, hogy az, amit a dolgozó a minimálbérből hazavisz, az a megélhetéshez kevés, a bruttó bér és a járulékai pedig egy kisvállalkozónak elviselhetetlenül magasak. Ennek következtében csukta be sok kisvállalkozás a boltot, ennek egyik látható jele, hogy a főleg iparcikkeket és élelmiszereket forgalmazó kisboltok közül mintegy 5000 szűnt meg az elmúlt időszakban. Ez az önök politikájának az egyenes következménye. Tisztelt ház, fordítva kell ülni a lovon. Nem oda kell adni a legtöbbet, ahol a legtöbb van, hanem azoknak a terheit kell enyhíteni, akik amúgy is nehéz helyzetben vannak. Köszönöm szépen a figyelmüket.